Én már Shift F2-nél várlak. DC-n nem tudod elküldeni nekem? DC meghívott találsz a... izénél. Bármelyik YouTube videón. Na. Jön nekem egy olyan, hogy... profile. Miért ilyen rohadt lassú ez az Ubisoft? Hogy töltöd be a játék? Ilyet még nem láttam. Na hogy? Hogy a kocsi ilyen elemekből épült fel a menü. Figyelj, ott kíváncsi vagyok, hogy ez neked működni fog. Felkészültél? Most tövege elfogadtam. Igen. Bazd meg, Drift Racing Street Tier 2. Figyú, csak az első... Várjál. Vagy csak az első... Nagy gond van. Mi? Nem tűnik el innen ez a rohadt Shift F2-s Ubisoft. Megy a játék, de itt van előttem. Ez nem fog eltűnni. This is a problem. Azt nem tudom, retrovég tudják mi a megoldás, mindig elfelejtem. Ez valószínűleg restart lesz, de izéből kell. De hogy Geri nem tudja valaki, hogy kell ezt megoldani? Nem a Shift F2-ből indítja, hanem Ubiba kell elfogadni, vagy hogy van? Ez valami bug már, hogy két hónapja van ez a szar. Te nap is így fogadtad el? Aha. Ó, eltűnt, oké, megvan, megoldottam. Jó. Jaj, mi ez? Fogadd el. Várják, közben belegurultam a izébe amúgy. De jó, elrántottál, oké. Ja, hogy ezt így írja az izéket? Ja. Ez mi ez? Kérlek szépen, az ugye, itt mindig mással kell menni. Szóval most az, hogy lesz drift, arra az lőd maga tökön, jó szopás lesz. Következőben nem lesz. Cső mindenkinek. Most... Akkor miért nem megyünk a kövire? Hát meg legalább. Ettől izgébb. Welcome to the Grand Race. Válasz kocsit. Mennyi mondotta, nem tudom melyik írja, billentyűzetnél szoktam én. Választani kell kocsit. Választunk kocsit, jó. Nagy választék nincs. Választottam egyet, igen. Hozz, amit akarsz. Hú, mi volt a legújabb, ami most bejött kocsi? Az, ami ma itt sem emlékszem, hogy... Választottam, de nem tudtam már rajtuk tuningolni. Nem is kell, itt mindenki stock kocsival van. Ja. Nem fogom megtalálni, amit keresek. Nálam már 0-0 amúgy. Nem tudom, miért mindegy. Nem... Megszívtam. Áh! Hú. Mindenki player. Valós. Mit kell driftelni? Hogy kell driftelni? Vagy csak verseny, de drift autóval? Drift autóval, majd menjél végig. Figyelj, először csak úgyis ismerkedni fogsz. A hülye! Állatok! Jézusom, mi van itt? Mi a faszom van itt? Igen. Geci. Felejtsd el. Elbasztam ezt most. A sok nyomorútat. Tolnak, löknek, geci. És ott vagy elől? Hát, nem, mindjárt nem. Jó kocsival jöttél. Kurvák, faszát. Kilöklek, te buzi. Ne löktösd őket, azzal rábaszol. Mármint, hogy azzal csak magadnak ártasz. De amúgy, kurva jó helyen vagy, csak mondom. Nem látok. Nem tudom, hol vagyok. Ja, ötödik. Lemész egy picit a pályáról, keresztbe állsz. Nem fasza. Váltsunk már kocsit. Ezt hogy lehet?
De majd 33%-nál fog automatikusan váltani. Hányan vagyunk amúgy összesen? Szóval 6-an. Akkor nem is olyan szar a 9. hely. Kurva jó volt, te top 10-ben vagy, az kurva jó. Főleg az első grand részeden. Hát már nem vagyok. Jó, nyugi, a második jobban fog tetszeni, az első lesz ilyen fos. Geci. Jó, de drift autóval, tehát hogy mondom... Nem, a most az a geci, hogy jövök vissza a pályára és hárman jöttek belém három hullámba, geci. Nyomorultak. Fú, bazdnek. De nem akart tölteni? Mondjuk ez még mindig jobb, mintha driftelni kellett volna. Igen, nincs ebbe. Hál' Istennek. Ó, átváltott az autó. Ez már mindjárt jobb. Az a baj, ez nekik is jobban tetszik. Ahogy nézem. Hűi! A bolondok. Anyádat lögdös, te suta. Úr, elcsesztem. Ők is. 11. helytől már nincs ellenfél. Csúnyán lemaradtak. Anyád, hogy utolértek egy pillanat alatt? Tévedtem. Mert ez komoly, hogy... Dobálja, baszki. Autósó autóval megbaszom magam. Négy hét javítottam a második autóval. Fasz, le van nerfelve ez a kocsim, vagy mi? Kicsa van vele, nem megy úgy, ahogy kér. Jön a váltás nálunk mindjárt, és ez így nekem ott az a Mustang az. De az engedjük is el. Én már se emlékszem, mit állítottam be utolsóba. Hát nekem random adott egy Mustangot, de... az... Nem tudom, ez a kék zsebcirkáló, ez mocskosul megy. Én ezzel még nem is mentem ebbe a játékba. Ezzel nem sok esélyem lesz. Szerintem. Ez egy kis utca, egy cirkálom. Ott mennek elől a jó kocsik. Ezek három jó autó is. Remélem mögöttem egy sincs. Jó a sulásom, jó.
Ez az egy maximum. Mik a korvet, hogy itt hagyott? Ha? Hát, nem, nem. Próbálkozom, de... Azért, még hogy ne lögdösödjek, geci mocskosul játszanak. Hát igen, de az van, hogyha elkezdesz baszakodni velük, te fogod a rövidebbet húzni. Ez a baj vele. Hát én most nem baszakodtam vele, hanem ő velem és ő nyert. Én húztam a rövidebbet. Steven 19-ig ingyenes hétvége van az Unbound-ra. Hogy lehet 19-ig ingyenes hétvége? De értem. Van, hogy engem is fölbasznak, aztán meglögdösem őket, de nem arra törekszem. Hát most azért vesztettem, mert a tizediket meggondoltam, nem megyek neki. Mehet újra? Mehet. Nem tudom, mi lesz. Itt fél óránként váltakozik ez a idő. Jó van, csúcsú, jó. Pihenés. Mindig úgy van, hogy bejövünk, és akkor ugye 28-nak például most Monster Truck-kal indulunk, utána Hypercar és Alpha G. Ez jó, elején túl kell élni. És mi van, ha nincsen valamelyik? Akkor kapsz szerintem egy alapot. Akkor jó. Második autónak mit használ? Hát, mire nem, várjál. Azt racingen mivel mentem? Vizével mentem, Camaroval. Én azt szeretem. Egyik metafocsi, legalábbis eddig az volt. A végét nem választottam, azt random, hogy adott, azért dobtam be. És itt csak az első három kap lóvét? Nem, mindenki kap. Ja jó, mert csak hármat én. Mindenki is elég sokat. Tizedik helyen már elég jó kaptál. Na, a Monsternél... Hát igazából nem tudom, Silverado 1005. Hozom a Bugattit, igazából mindegy. Meg ezt. Hát itt most túl kell jönni az elején. Ez most arról fog szólni az első. A Monster Truck-nál csak jut, minél ne harcolj, csak próbálj eljutni a második autóig. Onnantól jó lesz. Jobb lesz. Nézd meg, már itt lögdös valami paraszt, hogy a szemed ugorjon ki, te geci! Hát nem hiszem el. Igen. Nyomorút. Ez sajnos. Rakló tetű. Ki szoktam oldalra gurulni. Én meg sem mozdultam. De neki pont erre kellett keresztbe mennie. Elment a pajta mögé, biztos brunyálnia kellett a nyomorútnak. Na mi van már? Starting in 0-0. De már mióta? Mi az a Fiat? Nem hiszem el. Valaki kajak azt fogja behozni. A Crew 2-ben az a legjobb, azt hiszem. A Fiat 500. Uh-huh. Jézus Maris. Hát most már. Szerencsétlen homokba kirakták az Alpha GP-t. Csoró. És ezt hogy tolták onnan le? Ki kell venni? Mindjárt visszanyomom a kamerát. Ez eddig nem a cross motoros?
Nem tudom, de már most tolnak be a vízbe a bunkók. Ó, ott vagy. Milyen laggok vannak, öcsém? Neked nincs? Nincs, én most tapadok a picsádra, úgy csináld. Áááá, bassz meg! Basz ki! Ezt hogy kell vissza... Mi a visszatöltés? Nálam az... háromszög. Az, nem tudtam írtán. Nekem is le kellett igen, nézni. Itt eddig rossz motorral kellett menni. Kész vagy? Visszanyoma. Mindegy, menjünk. Még ez még nincs veszve. És fix-e 33-nál vált? Igen, hát ott majd mutatja az egyik checkpoint, látni fogod. Figyeld meg, hogy milyen checkpoint, másod néz ki, mint a többi. Az meg, az ezt nem... haver. A fejemen megy a másik monster track. Hú, nagyon lemaradtam. Ó, oh, get. Ebből... Adom neked a helyet. Hát ebből nem lesz jó nekem. Hát így nekem se. Keresztbe álltam a kavicsoknál. Követtem a sok nyomorútat. Be a sustnyásba. Na meglátjuk, is. Ebből még mit lehet kihozni. De mi a fasz? Á, megint vissza kell töltenek. Úúú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 
autósban ne menjél soha, mert ott van a benne körülök. Nem. Az egyik checkpointnál is vigyázzál, mert mellette ilyen jó kis vasszarok vannak. Úgy neki csattantam, mint a húzat. Fejre is álltam tőle. Öcsém. 15. vagy? Ja. Hát ebben nagyon lemaradtam. Ebből valami értelmeset kihozni. Ez te voltál? Felakadtam kettőn. Na most valaki lesz a váltás. Felakadt. Na, majd most figyeld a követ, ez az a... Na, nyomjuk neki. Valami legyen öcsém, mert... Ezt az autót még sose vezettem, keci! Hypercar, ez megy. Értem, de ezt még nem vezettem ilyet. Mondjuk kettőt már megelőztem vele. Jó. Hát ez első hely nem lesz. Sima. Aha. Le vagyok maradva, öcsém, hogy... Lehetek én akármilyen jó sofőr. A Monster Truck ez... Tökön szúr. Anyádat lökdös csíra arcú! De lementem a pályáról, geci. Haverom, ma Hunyesszal nem ismeritek szerintem a TikTokon. Ki nem ismer? Akkor ismernek. Merünk. Aki nem ismer, azt most szígyelje el magát. De mocskosú mélyen. Ahogy nézem, ezt a kanyart mindenki megszívta. Hát én most ezt igen, és ez nem volt szép. Jön a váltás. Hát ezzel nem fogom meg őket akkor semmivel. Nálam a meta. Please. Egy hétig fölvinném amúgy. De hát ez nem lesz meg. Áj, de dobott rajtam a hatka.
Oké. Mik a Verstappen, hogy elment mellettem? Menj! És kilök a paraszt, haver, most neked annyi volt. Csak azért, mert nem tudsz vezetni, így egyszerű. Nem kellett volna fékezdek, gyerekek? Hát ezt a Forma 1-es autót nem bírom irányítani. Megszokod, nagyon jó lesz, én imádom, nekem az a kedvencem. Szerencsére mások se tudják jól irányítani. A hetedik nem lesz, de ezt a két balpaszt nem kéne magam elé engedni. Vannak úgy seggembe, öcsém. Ne lökjél már ki a falra, geci! Geci, kitol a házak közé a faszopója? Ez meg belém jön, hogy a rohadás szájon el fogod baszni, haver. Na, visszaestem 18-ra, két nyomorút miatt. Szem viszem el. És kinitrózza magát. Nyilván. Na ezt a játékot nem fogom szeretni. Pedig itt megtanulsz. Mit? Agyvérzést kap? De nem. Az megy magamtól nem. Is. Ha lök, rá fog figyelni. Megtanulod. Menjünk még egyet. Az a lényeg, hogy rád akarja rántani, látod. Olyankor azt kell csinálnod, mert ő úgyis ideális íven próbál menni, meg minden, meg úgy próbál meglökni, hogyha jól csinálod a dolgokat, akkor mondjuk, ha rántásnál befékezzel egy picit, akkor kimegy a pályára a picsába. Tehát tudsz vele úgyis baszakodni, mert nagyjából ki lehet számolni, hogy mikor fognak gecizni veled. Erre rá fogsz jönni egy pár menet után, aztán ők fognak rábaszni. Ha meg nagyon eltalál, még mit tudom én, és már nincs jó eredmény, akkor általában is belebaszódok. Jó van, Laci, jó éjszakát. Tehát, hogy ez járható az is, hogy te basz ki belük. De mondom, egy idő után, ha megtanulsz vezetni benne olyan szinten, hogy már top 5, akkor már nem lesznek ott baszogatni. Itt ilyen kurva szopás, mint most a Monsternél, de a Monster egy hülyesség, tehát ez szar. Itt tényleg az van, hogy a Monsterrel próbálsz túlélni, aztán hogyha sikerül valamit csinálni vele, akkor utána... Valaki benne ül az autó motorház tetejébe. Narancssárga sisakba. És nem... Mi a fasz? Na, ki tudtam belőle tolatni. Erre neki tolnak. Istenem! Meg amúgy itt kurva sok XP-t is kapsz. Nem tudom, de Miklós, hogy tényleg száradjon le a tököd. Nem tudja, hogy Miklós? Mikigame! Kis húgyos faszú, kis töppet, kis gyökér. Amúgy baszik, lehet téged nem kellett volna. Szerintem néz is téged, mert most echte nekem áttolni. Tényleg száradjon le a faszod, te. Anyád szűrt volna, holtan téged inkább. Nem akkor grand részen, és lehet valamit pénzt meg XP-t. Hát, Csíra Jancsi. Nem látsz a kicsiket, nem tett róla. Plafon szakadjon rá az, ne az eső. Hát jó ez, Geri. Szerintem ez jó. Gyönyörű magyar szavak. Igen. Hol vagy, Miki? Gyere ide! Adjad a Mikit, menjél előre! Hadd kapjalak lábam közé, gyere le! Na, hol vagy? Nincs. Eltűnt. Kilépett, föladta! Rájött, hogy válassza inkább az életet. Itt sokan megszívták azt a nagy kavacsot. Azt meg. Nem látlak, hum vagy?
10. Jó, akkor pedig kéne lássalak ott vagy a tömegbe. Mi 240-nel megy ez az... akármi? Azt a rohadt ugrató után élből felakadtam. Kis papöcköt nem viszik. Nem áll, bazd meg! Ó, itt a vége. Mit tettél, csoki tettél? Ugratni kellett volna, de nem mentem. Pedig az vicces. Most nem tudom, már előbb jobban jó, ment. Jó, ennyi volt. Monsterezés. Az a baj, innentől kezdve már hiába vezetekint akárhogy. Szerintem ez már... már a kanyarban vannak többiek, meg még musaröcsögén bazd meg. Hogy is igazán be lehet nevezetni azt, hogy izé, aki keresztbe áll, fölború fejre áll, az izé legyen láthatatlan. Már ez már régóta mondtuk. Erre ez így ocsmány, hát hogy most háromszor kellett újra töltenem, mert a nyomorút elbaszta. Én nem bírtam megállni. És én is fölborultam a francba. Na, gyere ide, hypercar. Hypercar jó, de nagyon el vagyok maradva megint. Olyan távlatokból kell bazd meg bármit behozni vele, hogy... De későn fékeztem. Szoktál fékezni? Hogy a picsában nem. Minek az? Majd abban az éles kanyarban beszélgess a fékekkel. Mit csináltál? Koppantam a falon, de pont a nyomorult előtt. Takarodj már, te nézd meg. Hát megint kötekszik a jó életű faszparaszt. Olyan verseny kéne, ha nem Monster Truck-kal kezdünk, mert ez retekint. Mert én összeszedem magam itt már. De amikor kezdődne a verseny, végre úgy lemaradok, hogy... Kül mindenkinek sziasztok! Ja, jön az Alfa GP. Azzal meg ugye annyi nem, annyi nincs benne már. Azzal, hogy túl messze van az előttem lévő. Üdös életben nem hozom be ezt a lemaradást. Nem hibáznak elő már. Hát, ha közeledek is, esetleg talán nem elindulok.
Hanyadik vagy? 18. Hát ez a Monster Truck egy szopatás. Nem tudok előrébb menni. Mindjárt utolérem a Drift Emperort. Mi van Drift Emperor? Nem megy a drift a Forma 1-es autóval? Jó, lebasztam. Kellett nekem itten beleállni az Emperorba. Most egy kicsit nyugodtabban versenyeztél. Igen, mert nem volt körülöttem, csak egy nyomorult, akit meg beszopattam. Mondom, egy idő után így felhígul a mezőny, azt kell túlélni. És akkor onnantól kezdve, hogyha az megvan, akkor én mindig azt szoktam csinálni, amikor előzni kell, akkor úgy szoktam előzni, hogy mondjuk nem megyek egyből be mellé, hanem van, hogy hagyom, és amikor van annyi nitrom, akkor így elmegyek mellettem, mert simán rádrántják a parasztok. Azzal számolnak kell, de ezt meg megszokod. És ők tudod, hogy előznek ki, jön, azt meglök hátulról. Igen, a kanyar előtt. Igen, de azt viszont úgy tudod orvosolni, hogyha például nem ideális íven fordulsz, vagy a... Ide... Mi az az ideális ív? Én kerülöm azt a vonalat. Kívülről mész belülre. És mondom azt, figyelj, gondold végig azt, hogy kell fordulni. Ő úgy fog. Ha pedig tudod, hogy hátulról beléd fog baszódni, akkor miért az mi? Fékezésnél kicsit kirántott balra, és ő el fog menni ott, ahol te mentél volna. Mi micsoda? Az a sok kerekű. Jé, itt van Ricsi XYZ. Igen, figyelj, hogyha a... Ricsi a live-on is itt van. Szóval, hogyha igen, te most... Pont azt szúrtam ki. Mit akarok, hogyha összezavarsz. Nem tudom, mit akartam mondani. De ezt valahogy túl kell élni, ezt a szar monstert, ez borzalmas. Most túl lesz élve, katonásba lesz küldve. Hoztam egy H1-est. Ja, hogy ilyen, hogyha egy live-ot lenyomunk úgy, hogy ezt nyomjuk, akkor általában olyan 2 millió, másfél-két millió jön ki. Pénzbe a játékban. 3-4 óra. Elég megérő. Hallott, 2 Grand Race között nem takarítják a verdákat? Milyen retkes volt már nekem az a Ferrari. Meg minél hátrébről indulsz, annál több nitróval indítasz az elején. Akkor olyan előről indultam most? Na, semmi nincs. Eléggé. Az mi? Csávó az első 2 keréken indult el. Ezt nem tudom, hogy olyat tud-e a kocsit. Elég sokáig az első 2 keréken haladt. Ó, geci! Kilöktek, mi? Nem. Azt hittem, elférek a fal alatt. Belógott egy ág. Magasabb voltam, mint sejtettem. Menj már innen. Nézd meg. Basszad neki, Ricsi! Én itt már csak a túlélésre játszom. Nem, ez az ugratás, ez egy ultraszopatás. Hát gondolj bele, de... Ez a kis pöcök nem megy igen, ki. Igen, de itt eddig rossz motorral mentünk. Az se volt egy leányálom. Ez a pálya eddig is volt. Ez undorító, de van vagy 50 féle ilyen, vagy annyi nincs, de sokféle van, tehát... De hát lehet, ugyanezt hogy... hívtam be az előbb is. Ugyanezt! Mármint... Hogy ugratás után elkaptam egy ilyen kis fapöcköt. Hallod, nem tesz ki a vízből, az mi? Nem tudok kijönni a vízből. Akkor se, hogyha a háromszöget nyomsz. Na, negyedikre kirakott. Viszont az ugrató elé, amin meg állóhelyből nem fog tudni átmenni ezt. Ezt már itt most el is engedtem.
De legalább nem utolsó vagyok, mert valakinek connection problémája volt. Az a baj, nem, itt ha végigmész és beérsz mondjuk 10-valahanyadikat, akkor is jó pénzbe jó vagy, az a lényeg. Gyakorolni jó, sem annyira vész, nem tudom mennyit ad, de... Én eddig egyszer sem láttam mennyit adott, úgy mentünk tovább. Igen, mert nem szabad nézni, csak mész elő. Haladni bele. Meg itt vannak a seggemben nagyon. Itt is vagy rögtön fölmész, vagy követ fogsz. Undorító ez a pálya. Meg most nagyon mennek, baszki. Mi a fasz van a Bugattival? Mi az Istennel jön ez? Tényleg nem megy a Bugatti, vagy? A gázpedál alól vett ki a tojást. Akkor ezért fájt annyira. Ugye? Na, te, miért te tojásod volt? Az úgy, igen. Akkor azért nyomtad még annyira, mert oj, de fa! És nyomtad a gáz! Tudom befordulni, bazzeg! Hát én ezt engedd el. Nem tudom, hogy mit, most... mit reggeliztek itt előre a srácok, de... Driftautósat játszok a Ferrari. Olyan volt a Bugatti. Egészséges. Nem, de olyan volt a Bugatti. Olyan volt a Bugatti? Olyan volt a Bugatti, bazd meg, mint hogyha nem, nem tudom. Hengerfejes lett volna, vagy meg úgy mentek el mellettem. Oh. Aha, ez nem, nem ez súnya volt. A zene jó, a futam szar. Sétakocsikázok így a legvégén. Figyeld, már még valakit utolérek? A hátsó brigád az nem olyan jó. Értem, én csak eddig senkit nem láttam a térképen. Mi másnak nem áll jogában sétakocsikázni? Nem, neki még kereket cseréltek a Forma 1-es autón, mielőtt elindult vele, ahogy nézem. Nem. De baj, itt a Forma 1-es autó utolsó 20%-án pályán meg, hogy semmit nem tud menni. Tehát, hogy megy, de hogy így... Ő mindenki ugyanúgy megy. Abból a szempontból a Forma 1-es autót valami olyan helyre tenném be, ahol ki lehet, ha... Tehát, hogy van úgymond versenyzés, mert ez nem versenyzés, hogy... hogy... nyílen megyünk végig. Monstert engedjük már el. Mit van? Vége van már a Monster esztyoknak? Na hát vége. Forma 1 van.
mi a következő, Ricsi? Valami jót. Inkább kilépem, megnézem, mi a következő. Nézzük meg, mert én nem megyek. Na, most de még egyszer nem akarok menni. Mi a... Hát ezekkel a helyekkel sok pénzt nem kaptam. Mennyit kaptál? Na, 150-et. De az nem rossz. Na de várjál. Jó, de hát az még majd fogod tudni növelni. Rally Raid Street Tier 2 Alpha Jeep. Érdekel? Azt sem tudom, mik ezek. Akkor menjünk még egyet, aztán választok egy playlistet, akkor elkezdem veled. Hát a offroadosodon vagyok, még mindig. Offroad addicten. Azt akartad csinálni, nem? Azt csak a Street Tier 2-be bele kéne nyúlni rendesen. Rally Raid, az mi? Sziasztok, a rally, olyan, mint a rally, egy dakaros autó. Van egy kis visszhang? Hát van a ventilátortól. Dakaros autó, azt hozzám basz egy bronkót. Hát van benne dakaros autó, én takaros. Takarosan dakaros. Ma azt sem tudom, mit mivel mentem, gyereke. A quad az jó. Hú, mit tudom én. Nem, nem quadozunk. Baszki. Jó. A KB 43, az a Krisztián itt előttem. Mi? Az gyönyörű volt, hülye gyerek, hogy a füled álljon ketté. Rakjál már bele egy oda mívát akarod, hát a Ubisoftnak ijed meg. Nézd meg, szépen ide gurul a BMW-vel. Nem, azt hittem belém jön. Ki az, aki előttem van a Porsche-val? Krisztián 0962. Az a Porsche. Na hát erre kíváncsi leszek. Ezt a hármat így el is fogadnám. Na jó, nem a jobb szélsőt, nem. Forma 1-es autó? Aha, nem kéne. Mi a fasz csináljak vele? Első kátyúban izé... derékba gerincbe töri. Az igen! Úgy érzem, nem választottam jó autót. Fogd meg! Alonso is ilyet csinált a takaron! Ez ennyi volt. Hű, de csöves. Nézd meg a kis lila BMW-jével. Egyen meg! Annyira ki akart tolni, hogy még a checkpointot is kihagyta. Akkor nyomjad, mert vadászok rátok. Gyere, gyere! 21. eljön a szágolda. 20. Én még 9, de most állj, bementem az erdőbe! 19. Nyitott szájjal a fasz erdőbe. Csüha! Igen, hát 14, ezt az erdőt... 5. 6? Nem, 5. De ki akar lökni a kis csávot? Engem ki se kell lökni! Alonzósat játszok a Dakaron. Dobtetőről keresztbe jöttem le.
ilyen nem tetszik benne rész. Miért nem lehet egy rohadt pályán menni, úton, aszfalton, ami arra van? Nem itt a napraforgósban, meg folyón keresztül, geci? Hát ezt nem hiszem el. Szerencsétlen földműves itt művelni ezt a... Mi az? Ananász. Ananász, geci. Művelni az ananászt, ezt meg itt lehomboljuk 28-an. Mekkora apári köcsögök vagyunk, de most komolyan. Tényleg ez a legnagyobb problémád? Hát nem. Nekem az a 18. helyen vergődök. Én 20. Nem is erőködök. Ezt gyűjtöttem magamnak néhány ananászt, azt... Nem megy egyenesen az autó. De van, amikor repülővel is kell menni. Az olyat nem. De választható, tehát ha te döntöd el, hogy repülővel mész, vagy kocsival az egyik szakaszon. És akkor a repülősök akkor... külön mennek. Az kurva jó, amúgy. Zuhanjanak földbe. Ezt a hülyeséget. Nekik hosszabb az útjuk. Én majdnem mondtam reflexből valamit. De azt nem szabad live-ba. Amint lehet, hogy szabad, csak nem akarok felvágni vele. Aszfaltos út, hát beszarok és jé! Van ilyen is! Akad. Már is szimpatikusabb a játékmód. Mi ez? Ford GT? Nem a Le Manson vagyunk. És külső íven! Nem. Nem előz. De mit? Hogy tol ki a parasztja? Gyere ide, köcsög baszta. Nem érdekel. Annyira hátul vagyunk, hogy nekem most már mindegy. Húzzál fel szélárnyékba, Spark. Van szélárnyék? Hogyne. Nem vettem észre. Megyek mögötte, az hagyj el a gecibe. Ezt nem kellett volna. Krisztián a 19. Állj meg! Úgyis utolérlek. Ha nem én, akkor a végzetet. Basz meg, majdnem elmentem az úton jobbra, pedig nem kellett volna. Ugratni itt nem okos dolog. Ne baszd, és Krisztián tényleg megállt? Ezt a formát! Krisztián, jelölj már be minket, ha itt vagy. És megállt és bevárt. Ilyen belsőjében el fogja baszni. Én is! De én is. Nekem van olyan, hogy nitro. Baszki, tényleg van nitro. Na most, szevasz! Krisztián erőlködés nélkül lekövet. Én meg itt vért izzadok, ez begalázó. Inkább kiviszem a bokrotfát. Na menjünk. Végső leszámolás, a Forma 1. Ó, baszki, még az is van. Na, belül vagy kívül előzzek? Akkor közé. Innen megyünk. Az. Nekem mindegy. És kilök, bazd meg! Áj! Hú, gec! Ez csúnya volt. Mennyit tudok elődni 20% alatt, nézzük meg. Nekem most az a challenge, hogy Krisztiánt lerázzam.
de nem látok rá esélyt. Szerintem vonóhorgot baszott a közé, kocsim hátuljára. Kettő megvan. Ez hogy mutatta ezt a... Hát jobban járok, hogyha nem a térképet nézem. Három. Hát még ezeket a brigádot meg kéne fogni. Mi? Ilyen szlalomot a vizé? Forma 1-es autóval? Tényleg azt mi, is felrúgdostám, aki ezt kitalálta. Ezt most nagyon szarul mutatja itt az utat. Simán benéztem a ideális ív miatt. De ezen a pályán még nem mentem. Na jó, megnéztem a domboldalt, a fát, minden. Most a kanyaron nem baszol ki velem, haver. Piros nem azt jelenti, hogy túl nagy a tempóm? De. Hát piroson vettem be nem egy kanyart. A belefér, csak itt az volt a baj, hogy több kanyart is úgy mutatott a játék, hogy menjek át, hogy nem a kanyarba ment, hanem így átvitt a földúton, baszdmeg, és megdobta a Forma 1-es autót. Na. Hát Krisztián, de a salakba. Na, nekem például 11. helyre adott 74 ezer. Nekem most... De, most adott 54 ezeret a 19-re. Dragon Boy Build, te vagy az, Krisztián? A kérdése. Na, figyelj! Szerintem én azt mondom, hogy részemről ez tuti, hogy ennyi volt. Menj az Activities-be. Igen. Van fönt ez a Main Stage középen. Igen. Rámész, akkor látod alul, van egy kék, narancs, meg zöld. Igen. Na, az mutatja, hogy miket lehet nyerni, de hogyha az N betűt megnyomod bármelyikre ránézve, akkor látod, hogy miket ad. Micsodál, N betűt. A N betűt, mondjuk a kéknél, ja, akkor a vintage garázstól ugye ez a fast wagon, mit tudom én, mi a fasz. Aha. Na, az a lényeg, hogy az elsőt, azt a sima versenyekkel, tehát nem az számít meg ezek, hanem a simán mondjuk, amit most csinálsz, ilyen playlisteket, az abban lévő versenyeknek az XP gyűjtésével tudod kiállokkolni. A középső... Három már kész. Igen, mert ott csinált a versenyeket, nekem a felénél van az elején. A narancs, az a summit, a demolition derby, az most mindegy, az is olyan, mint a Grand Race, csak más. Teljesen kész, igen. Igen, tehát ugye ott a custom show, a summit, maga a Grand Race, amit most mentünk. A zöld pedig, amikor az úton mész, és mondjuk csak simán közlekedsz és driftesz, akkor mutatja neked, hogy itt lent számolja az XP-t. Na, az mind ahhoz adódik hozzá, meg hogyha rámész bármelyik playlistre, most nem tudom, hogy Q-val, E-vel vagy mivel kell váltogatni a playlistnél, nem csak versenyek vannak, hanem vannak ilyen fotógyűjtések, mondjuk vannak az utcán ezek a slalomok, ezek is minden valamelyik versenyhez tartoznak, és ezek is mind zöldet adnak. Meg vannak ilyen plusz feladatok, ami szintén a zöldhöz adja. Na, az a lényeg, hogy ezeket, ha kigyűjtöd, ha már egy megvan, akkor jó vagy, mert megvan ugye neked a narancs. És lejjebb mész egyel, ahol megy ez a Legends felirat sárgába végig, ott mutatja neked, hogy hanyas szintű vagy. Na, ez itt kap, mondjuk nekem most azt írja, hogy 6-os szintű vagyok. Az azt jelenti, ha most itt abba hagyom a játékot, és nem nyúlok többet hozzá, akkor én 6 pontot fogok kapni. De hogyha visszamész mondjuk a kéknél az N betűt megnyomod, akkor látod, hogy a harmadikra 5 Legends pointot kapsz. Na, erről beszélek, de ott ugye 6-ot kapsz még pluszba. Ah. Ez mindig úgy van, úgy tudod megnézni, hogy meddig tart, hogy fent ott írja egyébként, hogy most van a második 14-től 21-ig, lesz még egy 21-től 28-ig,
aztán 28-tól 4-ig, igen, de most egy 4 hetes ilyen sorozat van, tehát látod, hogy 4 hét, van amikor 3, van amikor 5. Amikor vége van az utolsó hétnek, ami most szeptember 4, akkor megkapod az itt begyűjtött pontjaidat. És amit itt kaptál pontot, ha visszamész a profilba, bal oldalt az activity felett, akkor rámész arra, hogy driver, nem pedig vehicle, akkor van egy olyan legend points. Na, ott van neked comfort, vehicle, meg gameplay. Ezeket tudod kiosztani a pontjaidat. Na most, ami itt fontos, az várjál, csak én nekem volt itt pár pontom, kiosztottam, nekem mindjárt van maximum azért. Szóval, például mondok ki, ott van, hogy 20%-kal több pénzt kapsz a Reach-nél, 20% Legend Points, 20%-kal nagyobb esélye találsz aranycuccokat, ezeket mind ki tudod osztani, és ugye le is lehet nullázni, szóval bárhogy oszthatod, aha, mert oda akármikor tudod resetelni, és például a Pure, az ugye 10% nitrót fog adni, hogyha kihúzod. De van az extra pump, hogy nekem például 4%-kal gyorsabban töltődik vissza a nitró. És akkor itt ugye van mindenféle szar, tehát például ott, amit azt látod, hogy egy drift versenyen valaki 1 milliót csinált, még te mondjuk 100 000-et tudtál, az azért van, mert a slipperid a gameplaynél nincsen kihúzva. Meg a slipperi, meg a hothead, mert ez mind a drifthez adnak hozzá, nagyobb szorzót tudsz elérni, szóval soha nem tudsz annyi pontot elérni, hogyha ezek nincsenek kihúzva, és ez még egy dolog, mert ha ezen kívül te visszamész a kárba, az a vehiculehöz, és mondjuk rámész bármelyik járművedre, ott van egy olyan, hogy upgrade. Az megvan? Yes. Na, ott neked most... Én most a Forma 1-es autón vagyok, de melyik, milyen típusú autóra mentél? Na, most Forma 1-esen állok. Na, rámész mondjuk a Forma 1-esre, akkor ott neked nem tudom hanyas a kocsid, az a lényeg, hogy kapod ezeket a cuccokat a kocsira. És mindig nagyobbakat kell rátenni, és a végén el fogsz érni 990-ig. Nekem már nincs is más. Ha megvan a 990, akkor onnantól kezdve kapni fogsz aranycuccokat majd. Az lesz a lényeg. És az aranynál van, ami mágnes, valamelyik nitró, valamelyik lúdgyűjtő, valamelyik, mit tudom én, mi van még, ilyen doboz megtaláló, pénzgyűjtő, láda megtaláló, szóval, ja, ha ládát találsz, az is a zöld cucchoz adja az XP-t. Szóval vannak ilyen szettek, de ezt majd van YouTube videón, majd megmutatom neked, majd azt átbeszéljük, hogy lásd is. És az a lényeg, hogy ezeket ki kell gyűjtened. És hogyha például megvan neked nitrósból egy szetted, akkor mit tudom, csak mondok valamit, és pontosan nem tudom, de hogy másfélszeres nitród lesz. Tehát te elkezdjük egyszerre nyomni a nitrót, neked amikor elfogy, nekem még bőven van egy fél, vagy nem fél, mit tudom én, 30%, érted? És annyival tovább tudok nitrózni. És ezért van az például, hogy egy summiton esetlegesen jobban megyünk, mint te, mert ugye ott annyival előnyünk van, vagy hogyha például rámész bármelyik alkatrészre, és megnyomod az F9-et, akkor ott még azon belül, hogy neked milyen szetted van, tudsz pörgetni két, az aranynál kettő ilyen slotba cuccot. És ott is például van olyan, hogy extra pump, collector, frenetic, goldfinder, iron grip, például az iron grip a Forma 1-es pályán, neked mondjuk másfél kör alatt fogy el a gumid, nekem meg három. Mert az iron gripet, ha ráteszed a kocsira, akkor kevésbé fog kopni a gumit, és sokkal, még lehet, hogy neked két box kiállás kell, nekem meg csak egy. És ezek a summiton, ezen a heti, amit csináltunk tegnap, ezek az apróságok számítanak, hogy mennyivel tudsz jobbat menni. Úgy igazából, de egy idő után, hogyha most játszol velünk, akkor neked annyi aranyszarod lesz amúgy konkrétan, hogy lényegében mindened meg lesz egy idő után. Tehát már a fő a street rész, vagy street, mi a street? Hogy van ez? Igen, street tier 2, meg a street tier 1, ami fontos, úgy igazából a hypercar, driftből is, igaz, driftből például neked csak a driftes set kell, tehát a driftből neked ilyen nitro set, meg nem azt mondom, hogy szökő évente, mert van olyan, hogy azt mondják a számítón, hogy drift autóval kell versenyezni, de lényegében a driftnél a bónuszpont az, ami számít, a többi le van szarra. Tehát, hogy ilyen lúdgyűjtő, meg stb. Nem érdekes. A dragnél például elég egy nitró szett, és akkor sokkal gyorsabban tudsz. Mert van ugye olyan summiton, hogy menj át egy ilyen kapun, és beméri a sebességet. Ott legjobban gyorsuló drag autód lesz a legjobb.
A slalomnál a Forma 1-es autót használom, földúton is, de, de igazából, ha már van slalomra szedted ilyen XP gyűjtő, vagy nem tököm a neve, ott már igazából akármivel mehetsz, olyan magas pontszámod lesz, amit ha nincs valakinek, sose fog utolérni. Szóval nagyjából így, ja, de majd is látni fogod. A több ábbiakban meg autókat kell gyűjteni. Végtelen mennyiségben, nem van benne 700 valami. Szerez meg, hát mint... Hát, az sok idő. Kocsikon. Úgyis Music Maker lesz az első, de most nem ez a lényeg, hogy ki lesz az első. Most itt ez egy másik kérdés. Ami fontos egyébként a te esetedben, hogy gyűjts ki az összes ilyen playlistet. Tehát, hogyha van, szólsz, mert én amúgy szívesen megyek, mert mit tudom én, nekem is pénzt kell gyűjtenem, mert most van 10 millióm, de csak azért van 10 millió, mert nem veszek kocsit. Egy csomót még nekem is meg kéne vennem, csak már nagyon régóta nem vásárolok. És, mert amúgy a szettek kiforgatásához is pénz kell. Ha szólsz, hogy van valami playlist, amit meg akarsz csinálni, akkor tök szívesen végigmegyek veled, akár live-ba is, mert... Elég sok van. Hát jó, csak mondom most, hogyha hétvégén nyomod, akkor nem tudom, hogy... Ma is nyomtam délelőtt. Egy kicsit, aztán... Ja, nem, ha nincs kedved, vagy másod akarsz, bőven elég egyébként, ha közösen nyomjuk, mert annyi szar van amúgy, annyi, mire soha nem fogsz a végére érni. Mire odaérsz, hogy már kész van, tehát a playlisteket megcsinálni egy dolog. De ha bármelyik playlistre rámész, és onnan ott a Q-ben, az E-betűvel váltogatsz, akkor látod, hogy még azon felül mennyi szar van benne konkrétan. Tehát a fotógyűjtés, ezek a mini eventek, meg annyi feladatot ad a játék, tehát annyi pénzt tudunk neked gyűjteni ezekkel a feladatokkal, sőt, igazából azzal tudod a nagyon sok pénzt megcsinálni. Mert ott van ilyen, hogy mennyire egy autóval 30 kilométert, és a végén hozzád basz 80 ezeret. És csak annyit kell csinálnod, hogy egy adott autóval közlekedjél. Tehát nem fontos amúgy, csak menjél vele is. Be kell pinelni ott az eventeket, vagy mi aztán kapod a cuccokat. Na, akkor Krisztián, ha gondolod, Discordon beírod a csevegőbe a nevedet, így, ahogy most ide írtad, mert itt elpörög, akkor live után bunyasszal bejelölünk, mit szólsz hozzá? Én ilyet nem ígérek, mert elfelejtem addigra. Hát ha én nem felejtem el, akkor te se fogod. De minél több ad ismerősöd, amúgy annál, a számítan annál több embernek az eredményét látod. Ezt amúgy ez szerintem tök jó. Azt nem hiszem, Geri. Meg egyébként még például most, ami majd jönni fog novemberbe, ami nem most lesz, de a térképet megnyitod, akkor látod, hogy ott jobb oldalt van, mert több sziget van, van mellettünk is másik sziget. Nem azt látod. Ja. Na, az a sziget is, tele, oda is át tudsz majd menni, majd ott is lesz, nem tudom, város, vagy a franc tudja. Szóval azért mondom, hogy itt annyi... Jönnek a playlistek folyamatosan, Lowrider is már van ugye, Driftből is neked már kettő van, mert ugye elején csak egy volt. Ez itt mit csodál? És én miért kerültem ide? Szóval nem az offroados, nem tudom. Ott voltam az offroad eddignél, erre most nem ott vagyok. Miért nem ott vagyok? Nem áll, mi a fasz? És de most miért van itt nálam egy narancssárga is? Az a te pined, vagy mi a tökömed? Az lehet, igen.
Majdnem arra mentem. Ez offroad, addig kettőhöz eljöttem, hogy megnézem az intro videóját, hogy benne neki egyáltalán. Biztos. Áú. El se tudom megnyitni. Miért nem engedi? Az X-el kell, nem? Az is full. Hosszan X. A láda kell. Láda kell, csak tele vagyok. Nincs már szabad helyen. Mi, hogy ilyen is van? Hát igen, mert egy idő törölni kell folyamat, de azt majd megmutatom. Az a szopás, amúgy igen, ez a szívás benne, hogy kapod a szarokat, folyamatosan nem tudod hova tenni, meg egy idő után mondom, már csak maxos lesz. Hát nem kell minden autóval kigyűjtened, mert amit kapsz, az bármelyik autóra fölteheted igazából. Ez is full. Hát vagy, hogy a mailboxon van fullba, de szerintem, hogy valami autó elég lesz. Ennyi? De csak arany van fönt. Jézus! 32 aranyom van, gyerekek, bebasszolva. Ez kemény. Jó, nem ide kell jönnöm. Oda kell jönni, ahol én vagyok. Nem, most itt bóvockodok, mert adja a pontokat. Tadá, én meghozok egy innit. Tudod, hogy van? Csepegtetnem kell. Ne szarul van, csórikám. Életem repülésen vagyok túl. Na. Átrepültem a fél napot, jó, nem. Egyébként a Crew 2-höz képest kurva sok minden kikerült. Abban volt helikopter is, de nem versenyezni, csak ugye az is volt benne egy. Van benne chat sprint, egy csomó olyan. Ja, mondjuk egy darab van itt is, de azt hajó kategóriába tették. Ott például a Demolition Derbynek is külön versenye volt. Itt van Demolition autó, de az csak a Demolition Royale-ba tudod vinni. Tehát meg itt tudsz vele az utcán közlekedni, hogy nincs kategóriája. Nem tudom, nekem ez a maga, ez a kusztomizálás, ez rohadtul tetszik. Lehet az autó tuningolni? Hát ahogy. Na hát a Need for Speed-et akkor ne nézd meg, mire mondtad, hogy nem majd, tetszik. Majd nézd körbe a Lotus-t, amivel itt állok. Ja, imádom. A Need for Speed Unbound-ba ott konkrétan brutál, hogy lehet a kocsikkal csinálni. De annak az irányítása nem tetszik nem egyszerűen. Nem rossz, azt sem, no, meg kell, azt meg kell szokni. Elhozzá egy kis időt. De hol vagy már? Én? Te? Rám vársz? Nem is... Nem is ehhez jöttél? Nem. Én a Vol 2-t akartam megnézni, hogy hogyan indítja a dolgot. Akkor én hol vagyok? Jaj, hogy akkor nekem most csak az egy van meg, magyarul? Neked az egy, én a kettőt. Elindítottam magamnál, de nem csinálom most meg. A másikat nekem nem is mutatott, csak ezt. 1, 2, Jézusom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. 6 fotó, 6 feed, meg egy rohadni event. Ezzel még lesz dolog. Szerintem nem vett monitorban, ezt tudom elsőként. Még nem, majd jövő hónapban. Na, most kacok, én... Elvitte a kis sárga.
melyik kis sárga kocsin? Aha. Mi történt? Trafócsere. Bal első tompítottnak a csatlakozóját kellett kicserélni, EG-ért cserélni. EG-ért kellett cserélni? Aha. Mi baj van? Nem tudom. De most attól jó. Nekem is kéne, mert már 7 éve nem működik benne. Lassan 7. Még hátulról is tetszik ez az autó. Amúgy ez nekem tetszik. De várjál, te akkor miért ezt jelölted ki? Vagy mi a tököm az a narancssárga csík a térképen? Segítsek rajtad? Hát várjál lenne. Már, hogyha bemész a izébe, shopba, felül, van olyan, hogy offer and bundles. Igen. Miket vannak olyan, ami nem kék pénzes, hanem normálisan bundle? Persze. Na azokat veszegessed meg. 2.380.000, 600.000, 400.000, 400.000, 300.000, 300.000. Azokon tudsz amúgy sokat spórolni. Ja nem, várja, itt van még egy csomó. Igen, azok, azok ilyen tök sok autó amúgy, és mondjuk a végén ilyen több milliót spórolsz velük. Na, segítek rajtad. Többnyire azt tudom megvenni, amelyikből már az egyik már megvan. Most már nem látod a kijelölésemet. Na jó van, kedves nézők! De látom. Nem látod. Ja, most már nem látom. Kiléptem. Na jó van, hölgyek urak, ezt szerintem hétvégén nem leszek. Vasárnap, elvileg ünnepnap, nem? A hétfő, úgyhogy mindegy, majd jelentkezem. A szokásos módon számoljatok, aztán nem lesz, lesz valami, úgyis jelzem. Ne csinálj mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok! Jó hétvégét!